Az Európai Unióban egyre komolyabb kihívást jelent az illegális migráció, tekintettel arra, hogy évről évre bevándorlók áradata érkezik a tagállamokba. Ezek a felvételek tavaly szeptemberben készültek a keleti pályaudvarnál, a műszaki határzár felállítása előtt. A jelenség számos gazdasági, vallási és szociális feszültségforrás okozója. A Civil Összefogás Fórum ezért tartja fontosnak a párbeszédet a problémáról. A Civil Összefogás Fórum markáns véleményt fogalmazott meg, támogatva a miniszterelnök urat és a kormányt a migrációs kérdésben is. És a mai állomás egy olyan előadás, amikor nem politikusnak a véleményét hallhatjuk arról, hogy számára mit is jelent a 21. század kihívása Európában és a világban. Vásáros Naményban Csókai András agykutató tartott előadást az illegális migrációról. Véleménye szerint fontos, hogy az unió betelepítési kvótája elleni népszavazáson minél magasabb legyen a részvétel. Nincs igaza abban a Jobbiknak, hogy emeljék be a alkotmánymódosításba, mert akkor azt mondják, hogy jó, hát ez a parlament műve, az emberek nem így gondolkodnak. Így viszont fölállítottuk magunknak a mércét, hogy bebizonyítani, hogy igenis ebből a 10 millió magyarnak a 80%-a így gondolkodik, és így egy erős, mondjuk így ütőkártyává válik ez Európában és a visegrádi négyekben. A Civil Összefogás Fórum rendezvényein az előadók azt tapasztalják, a magyar emberek többsége elutasítja a migránsok kötelező betelepítését.